Újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat munkája folytatására a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója, Köllő Roland. Nagyon sok tervünk van. Megfogalmaztam én már a beszámolomban minden évben, hogy mit szeretnénk csinálni a következő évben, illetve a pályázati anyagban is le van írva, hogy milyen lehetőségei vannak a jelenlegi helyzetben a sportcentrumnak, illetve az önkormányzatnak további sportinfrastruktúra fejlesztésre. De mégis örömteli az, hogy az elmúlt 5 év az úgy repült el, hogy gyakorlatilag észre sem vettük, mert olyan fejlesztések valósultak meg itt a városban, hogy ez gyakorlatilag egy álomszerű. És nyilván, hogyha nem történt volna semmi, akkor unatkozva ültünk volna az irodába, és vártuk volna az 5 évnek a lejártát, de így tényleg ezt sem tudom mondani, hogy milyen gyorsan elment ez az elmúlt időszak. Hatalmas fejlesztéseken vagyunk túl. Nem vagyok egy pesszimista alkat, de nem hinném, hogy a következő 5 évben is hasonlókat tudunk csinálni. De én azt gondolom, hogy Bonyhádi sportinfrastruktúra jelenleg nagyon rendben van. Amikor 2018-ban az önkormányzat létrehozta a Bonyhádi Sportcentrum nevű intézményt, akkor pont az volt az apropója az egésznek, hogy ismét egy kézbe összpontosuljon a sport, a szabadidő, eltöltés, a táboroztatás, és a Bonyhádi Sportcsarnoknak az épületének az elkészülte volt az, ami végül is arra inspirálta a döntéshozókat, hogy megalakítsák ezt az intézményt, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, mert ezen kereteken belül hatalmas fejlesztések történtek. Hogyha időrendben megyek tovább, akkor gyakorlatilag megépült a Percel pihenőpark a város szívében, ami gyakorlatilag egy kis családi pihenőparknak is lehet nevezni, az intézmény keretein belül valósult meg. A várajai tábor 2018-tól 2022-ig szintén teljesen megújult, és már csak egy nagyon pici rész van vissza a felújításból. Mindenki tudja, hogy a Bonyhádi sportpálya, illetve az ehhez kapcsolódó Percel kúria is milyen színvonalat képvisel jelenleg, és azt kell, hogy mondani, hogy a másik két kültéri sportpályánk is, a Börzsönyi és a Majosi is folyamatosan fejlődik az önkormányzat, az egyesület, illetve a különböző pályázati lehetőségeken keresztül. A sportcentrumban aktív élet folyik, ennek koordinálásán felül egyéb feladatokat is ellát az intézmény. Gyakorlatilag most már ugye szállásai értékesítők is vagyunk. A várajai ifjúsági tábor, bakancsos házak, illetve a Percel kúria révén szálláshelyet is értékesítünk. Azt kell mondjam, hogy nem unatkozunk. Ugye egyszer sportot szervezünk, egyszer nyári tábort szabadidő eltöltéssel, vagy esetleg mozdulybonyhát programsorozatot a gyerekeknek szintén nyári szünidei időszakban. A következő pedig gyakorlatilag azt kell, hogy mondani, hogy minden napra van valami teendőnk, és a hál' Istennek olyan csapatban dolgozom, vagy olyan csapat vesz körül, akik hajlamosak arra, hogy tenni is szeretnének ezért a városért. Az amatőr csapatoknak is kimondottan szoktunk ügyes labdarúgó tornákat rendezni, mert a profinak számító játékosoknak megvan a lehetőségük arra, hogy a jól bevált és ismert hagyományos teremtornákon részt vegyenek. Az utóbbi 2 évben kezdtünk el kimondottan az amatőr sportolóknak is szervezni labdarúgó tornákat, ilyen például a március 15-a kupa, nem 2-3 héttel ezelőtt volt, az október 23-án is szervezünk ilyet, és gyakorlatilag öregfiú tornákat is elkezdtünk szervezni. Mindig van élet, hol a kosárlabda egyesület mérkőzéseit láthatják a sportszerető nézők, hol asztali teniszbajnoki van. A helyiek örömmel térnek be a sportlétesítménybe. Látják az emberek, hogy tetrekészek vagyunk, szeretünk dolgozni, és tényleg mindent azért teszünk, hogy a gyerekek, a családok jól érezzék magukat azok az intézményekben, amiket mi üzemeltetünk. Nagyon komoly terveink vannak egyébként, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha még megvalósul az, amit tervezünk, akkor igazi földi sportos paradicsom lesz a Bonyhád. Nem, gyakorlatilag ugye az egyesületek továbbfejlesztik a kis telephelyeiket, és nekünk is vannak olyan merész álmaink, amivel még akár több 100 millió forint értékben is tudunk infrastruktúrát fejleszteni.
és ismerve az intézmény dolgozóit, polgármesterasszonynak a habitusát, illetve a képviselőtestületnek a támogató hozzáállását, nagyon pozitívan állunk az következő 5 évvel is. Ugye a várajai ifjúsági táborban van még 2,5 ház gyakorlatilag, amit meg kell csinálni. Ugye a jelenlegi gazdasági környezet az nem biztos, hogy arra enged következtetni, hogy ez könnyen fog menni, mert ugye az energiaáraknak a fedezése az most azért borít minden dolgot, még a városi szinten is. De az mindenképpen be kell fejezni, szeretnénk kosárligeteket is Bonyhádra hozni. Annak az optimális helyszínének a kiválasztása is, még van, kiválasztásában is van még egy-két kérdőjel. Az energiárak elszabadulása a sportcentrum számára is komoly fejtörést okozott. Próbálunk nagyon racionálisan működni. Szerintem a sportcentrum telephelyére eddig is jellemző volt, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy ezt úgy oldjuk meg, hogy a sportot kedvelők, használók, az intézményeket vagy a telephelyeket használók ezt ne vegyék észre. A következő évek legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a legmagasabb szinten szolgálja ki a helyiek és környékbeliek igényeit.